Köszönöm szépen, elnök úr. Rögtön az elején elmondom a lényeget, tehát természetesen ebben a formában így, ezzel a módosítással, egyedül ezzel a módosítással nem tudjuk támogatni ezt a törvénytervezetet. Ez a törvénytervezet egy nagyon jó példa arra, arra a sorozatra, arra a törvénykezésre, amit önök csinálnak, találnak valami problémát, de nem a problémákat akarják megoldani, hanem azt nézik, hogy ebből önök milyen hasznot tudnak saját maguk számára lehúzni. Sok szó volt itt az átláthatóságról, önök is belebújnak itt az átláthatóság palástja mögé, így kell fogalmaznom. Ez a törvény, meg ez, amit önök most csinálnak, nagyon is átlátszó, úgyhogy ilyen szempontból nagyon megfelel a követelményeknek, nagyon könnyen lehet látni emögött a mögötte szándékot. Az a probléma, amit itt ugye találtak, ez nyilvánvalóan áll, létezik ez a probléma, csak akkor beszélhetünk demokratikus versenyről, akkor beszélhetünk tisztességes választásról, hogyha a kormánynak és az ellenzéknek ugyanazok a feltételek állnak a rendelkezésre, hogyha ebben a versenyben ugyanolyan feltételekkel indulhatunk. A politikában pedig az egyik legfontosabb feltétel az a nyilvánosság, mennyi esély van, mennyi lehetősége van elmondani az egyik oldalnak az ő gondolatait. Márpedig önök gyakorlatilag évek óta sok milliárd adófizetői pénzből propagálják a kormányt, és ezzel propagálják saját magukat, míg az ellenzéknek a töredéke áll ide rendelkezésére. Az a baj, hogy az ellenzéknek van igaza, és hogyha az ellenzék kirak néhány plakátot, akkor önök ettől rögtön nagyon megijednek. Tisztességtelen az a választás, ahol ez a sok-sok tucat milliárd forintból és egészen szabálytalan módon és törvénytelen módon zajló kormánypropaganda mehet egyik oldalról, az ellenzéknek pedig gyakorlatilag egyre kevesebb lehetősége van, hogy elmondja, amit szeretne, egyre kevesebb sajtója is van, hiszen önök a lopott pénzből, ahogy itt ezt hallottuk, felsorolták, lehet sorolni, lehetne hosszú ideig sorolni, megvásárolják a sajtót, és ott nem engedik, hogy elmondja az ellenzék azt, amit szeretne. Focis hasonlata, itt az előbb a sporttörvényről volt szó, olyan ez, mint hogyha az egyik csapat mondjuk 30 focistával vagy 300 focistával indulhatna, a másik pedig csak 11 focistával indulhat játszani. Ennek a problémának, ennek az egyenlőtlenségnek, ennek a tisztességtelenségnek, amelyik minden ember számára, aki egy picit is foglalkozik a politikával, egyértelmű, hogy mi folyik ebben az országban, vagy a kormány propaganda, mondhatnánk agymosásnak is, ennek a problémának egyetlen egy szelete az óriás plakátoknak a kérdése. Jogos a felvetés, de ahogy önök ezt előterjesztették, így nyilvánvalóan csak önöknek jó ez az egész, hiszen önöknek korlátlanul áll rendelkezésére pénze. A teljesen törvénytelenül zajló kormánypropaganda a kormánynak nyilvánvalóan egészen korlátlanul, de sajnos az önök pártjának is korlátlanul áll rendelkezésre pénze, és a CÖF-nek is, ugye az álcivil szervezetnek is gyakorlatilag korlátlanul, hiszen bármikor bele lehet tenni állami pénzeket, például a villamos művektől sok százmillió forintot a plakátokra. Ebben az esetben, hogyha azt mondjuk, hogy nem kaphatnak kedvezményt a pártok ezekből a plakátokból, ezeknek az árából, akkor nyilvánvalóan ez csak egy valakinek jó, önöknek, hiszen önöknek semmit nem számít, a mellény zsebükből ki tudják fizetni az eredeti árakat. Mindezek alapján mi tettünk be három módosító javaslatot, és az volt a döntésünk, és ehhez tartjuk is magunkat, hogy akkor, hogyha ez a három módosító javaslat elfogadásra kerül, ebben az esetben támogatható részünkről ez a törvényjavaslat. Az egyik az, amit önök most visszahoztak, és úgymond egy részét el akarják fogadni, csodálkozni, hogyha az összeset elfogadnák ebből. Ennek a javaslatnak valóban az egyik lényege az volt, hogy itt a nagy lendülettel önök megtiltották az úgynevezett vadplakátokat, azokat a plakátokat, amiket a választás során kasírozva, de törvényesen kitehetnek a oszlopokra, kitehetnek bizonyos helyekre a pártoknak az aktivistái. Nyilvánvalóan ezt ingyen teszik, az eredeti törvényjavaslat szerint ez is meg lenne tiltva. Ezt szerettük volna orvosolni, ugyanebben a javaslatban szerettük volna azt is javasolni, hogy a CÖF se tehessen ki plakátokat, tehát csak azt tehessen ki plakátokat, aki maga is jelölt vagy jelölő szervezet. A második javaslatunk, második módosító javaslatunk az azt mondta volna ki, hogy rendben van az elv, hogy egyenlő feltételekkel lehessen csak hirdetni, de ne csak az óriás plakátokról legyen szó, feltételezhető az, hogy félnek attól, hogy a rendelkezésre álló óriás plakátoknak egy jó részét lefoglalták, és nem
önök. Úgyhogy mi azt mondtuk, hogy ne csak az óriás plakátokról legyen szó, hanem minden hirdetésről legyen szó. Ezt is el szerettük volna fogadtatni, ezt már önök nem támogatták. Azonban a leglényegesebb módosító javaslatunk az volt, hogy ide is behoztuk azt a javaslatot, amit ugye tegnap már leszavaztak, ami a kormány propagandát, más néven az agymosást tiltaná. Azt mondjuk, hogy az a tevékenység, amikor sok-sok tucat milliárd forintot költenek arra, hogy próbálják elfogadtatni, ami nagyon nehéz elfogadtatni, hogy minden reform működik, meg Magyarország erősödik, ezt elhiszem, hogy ebben nagyon sok milliárd forintot bele kell fetszelni, de ezt szeretnénk megtiltani, hiszen ez nyilvánvalóan lopás, hiszen ezek a reformok vagy működnek, vagy Magyarország vagy erősödik, akkor minek hirdetni, ha viszont ez nem igaz, akkor viszont még nyilvánvalóban lopás egy hazugságot hirdetni. Azt gondoljuk egyébként ez az utóbbi verzió a valós. Mi ezt ebbe a törvényjavaslatba betettük módosítóként, hogyha ezt a három módosítást elfogadták volna, tudnánk támogatni, így ebben a formában természetesen nem lehet támogatni. Ez egy gazember törvény, ez ugyanolyan, mint a trafik törvény, amikor valamilyen álságos módon keresnek egy problémát, és azt próbálják megoldani úgy, hogy az csak önöknek legyen jó. Köszönöm szépen!